Most viszont egy picit ugrunk, egyrészt időben, másrészt térben is, Egerbe, ahol egy fantasztikus eredményt ért el a Kelet-Brassben, mégpedig utcazenészek versenyét rendezték. Sziasztok! Hát hoztatok egy ilyen óriási táblát, majdnem 1 milliónak olvastam. Ugyanis ez 1 millió forintot jelent. Itt azon gondolkodtam, hogy ez túl nagy ez az összeg, egyrészt van egy kis diszkalkuliám, másrészt meg, hogy túl nagy ez az összeg, hogy egy magyar zenészt ekkora összeggel díjazzanak, valahogy nem vagyunk ehhez hozzászokva. Vagy ti zenészek ezt másképp gondoljátok? Hogy tényleg kivételes rendezvény ez az országban, ez az Egri utcazenészek versenye. 5 napon keresztül 50 zenekar és 170 zenész zenélt és küzdött ezért az 1 millió forintért. Az a zenekar kapta ezt az 1 millió forintot, aki a legtöbb lájkérményt gyűjtötte össze a közönség soraiból, és hát szerencsére ez a Kelet-Brassben volt. Hát ehhez biztos valamilyen, nem is tudom, milyen akna munkát is kellett folytatni, vagy elég volt zenélni, vagy egyszerűen azért a szimpátiát is meg kellett tényleg pendíteni, nem csak zenei húrokon, hanem mondjuk nem tudom, a rajongókat hogyan tudtátok még motiválni? Nem volt akna munka igazából, szerintem csak zenéltünk. Semmi, kizárólag zenéltünk, és csináltuk az embereket, így van. Úgyhogy mi már voltunk ott tavaly, ennyit az akna munka részére, voltunk ott tavaly, már akkor is nagyon szerettek minket Egerbe, akkor úgy igazából nem töltöttük ott mind az 5 napot, csak 4 napra mentünk le, ebből úgy intenzíven inkább csak 3 napot zenéltünk, akkor ilyen szétnéztünk, hogy mi történik a versenyen, és most felkészülve tudatosan érkeztünk Egerbe, célokkal tele. Én is úgy gondolom, hogy nagyjából így azért már tudtátok, hogy milyenek a feltételek mégis, mire éhes a közönség, vagy akár a zsűri. Hogyan kell elképzelni annak ezt a fesztivált, vagy mondjuk nyilván nem fesztivál, hanem verseny, de hát mégis egy fesztivál hangulat van ilyenkor Eger utcáin, aki még nem járt ott. Tehát gyakorlatilag a város különböző pontjain, tehát meghatározott pontokon folyik az utcazene tulajdonképpen. Meghatározott időszakokban kell ott lenni a zenekaroknak, duóknak, tehát bármilyen formációnak. Ez a város ugye különböző pontjain szétosztva van, különböző időszakokra. Vannak úgymond kötelező programjaink, általában ezek az esti programok voltak, illetve voltak olyan programok, amelyek helyek közel ugye szabadon választhatóak voltak, tehát tovább be tudtuk írni magunkat, hogy tól-tól-tólig tudunk játszani. És Mentetek, akkor nem egy fix helyen zenéltetek? Nem, ez nem fix helyen történt, hanem a város különböző pontjai között császkáltunk gyakorlatilag, és akkor mindenhol, amennyire lehetséges volt, vonzottuk a közönséget. Tehát mindig általában ezek a helyszínek olyan helyekre voltak téve, ahol ugye a lájkérméket valamilyen formában be lehetett szerezni, és akkor ugye tudták úgymond díjazni a zenekarokat. Hányan játszottatok most? 9 voltunk Egerbe. 5 napon keresztül, és ez a legjobb érzés. Már ez is jó, hogy összetudtátok azért úgy hangolni, hogy igen, tényleg mindenki ott legyen. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy egy veszekedés nem volt, és mindenki boldog volt, mindenki örült a másiknak, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat. Ezért volt arra is lehetőségetek, hogy egy kicsit pihenjetek, vagy azért ez egy ilyen megfeszített verseny volt? De nem volt elég a pihenés. Szóval inkább fáradtak voltunk, persze ezt nagyon jól lepleztük, hogy a közönség ezt ne érzékelje, de azért a vége felé már elég fárasztó a 4.-5. nap. Na és hát ott találkoztatok egy csomó más csapattal, más zenekarokkal. Igen, ilyenkor ez konkurencia, barátságok köttetnek, esetleg új formációkban gondolkodtok? Én azt gondolom, hogy barátságok köttettek, például Szegedről érkezett a Sun City Brass, és hasonló formáció, mint mi, de mégis azért más teljesen az előadásmód. Testvér Brassben. Igen, úgyhogy tesók lettünk, aminek nagyon örülünk. Úgyhogy mi már zenekaron belül tervezzük azt is, hogy esetleg itt Kelet-Magyarországon, valamelyik városban, a Nyíregyházán, akár Debrecenben szervezni egy közös koncertet. Na Miró, meghoztad ezt a szerencsét a csapatnak. Tavaly még csak próbálkoztak, most meg akkor 1 millió forintos közönségdíj. Mit szóltatok hozzá, milyenek voltak azok a pillanatok? Próbáljuk meg egy picit megidézni, amikor kiderült, hogy tietek ez a díj. Hát első körben tehát azt is tudni kell, hogy az első díj, amit kiosztottak, az a zsűrinek, a szakmai zsűrinek a díja volt. És ugye, hát azért kicsit ilyen körömrágba álltunk a színpad előtt, hogy akkor megdíj lesz, hogyan fogjuk. Melyikre vágytatok, vagy erre? Igen, a szakmai zsűri díj az 100 000 forinttal járt, ha jól tudom.
és én azt gondoltam, hogy mindenképpen a közönséget szerettük volna jobban meggyőzni. Természetesen nagyon jól esett, hogy végül is kiderült, hogy megnyertük a szakmai zsűri díjat. Mert hogy ez is benne volt a szabályzatban, hogy mind a kettőt megnyerhetjük gyakorlatilag. De akkor ott megijedtünk, hogy igen, akkor viszont nincs meg a közönség díj, de aztán, mikor már az Ábri Zoltán, aki rendezi ezt a versenyt, kezdte így behinteni a közönségnek és mindenkinek, hogy attól függetlenül, hogy mi még megnyertük, ha egy zenekar megnyeri a szakmai zsűri díjat, a cím az övé marad, a pénzt viszont a második zenekar kapja meg. Szóval a címet ugyanúgy viseljük mi is, viszont megnyertük a közönség díjat is, és így a nagyobbik összeget vihettük haza. Tehát 1 milliót hoztatok, 100 000 meg a második. Igen. És mit mondott egyébként a szakmai zsűri? Mert azért ilyenkor arra is kíváncsiak vagyunk, nyilván jól esik a méltatás, de megfogalmaztak-e valami olyasmit, ami valóban mondjuk a ti karriereteket, a tudásotokat egy kicsit csiszolgatja, vagy valami felé mutat esetleg, vagy valamilyen kritikát, észrevételt mondtak-e? Tulajdonképpen én összességében úgy gondolom, hogy inkább magáról a versenyről beszéltek, tehát volt a szakmai zsűris résznél volt, amikor az egyik zsűritag kimondottan beszélt ugye a szubjektivitásáról, hogy zenekarokat, formációkat összehasonlítani. Tehát tulajdonképpen már fenn a színpadon eredményhirdetésnél, tehát úgymond plusz építő jellegű dolgot én úgy gondolom, hogy nem igazán nem, kaptunk, nem csak igazán. Az, hogy hajrá srácok és meg voltatok. Ja, nem is annyi emlékeztek volt, rá, persze most itt vetítettek, azt se tudtátok, hol vagy. Kifejezetten jól esett, hogy oda jött hozzám az egyik zsűri, és megdicsérte a hangszerelésemet. Én igazából ezt nem tanultam, viszont már 16 éves korom óta nagyon érdekel ez a téma. Visszajelzést nem kaptam úgymond szakmából még soha, és most visszajelzést kaptam, hogy nagyon-nagyon jó a hangszerelés, úgyhogy ennek nagyon örültem. Ez nagyszerű. Meg hát ugye nyilván a közönség visszajelzése alap, mert most mondhat bármit a szakmai zsűri, hogyha ha a közönség nem megy oda a koncertekre, igen, nem hallgat titeket, akkor azért ez egy kicsit olyan fiúk zenélés, úgyhogy alapvetően hát most itt vagyunk a nyár leghosszabb nappala után, ugye? És akkor indul egy, reméljük, hogy nagyon érdekes 2018-as nyár. Mit csináltok egyrészt a pénzzel, meg milyen terveitek vannak? Hát a pénzzel azt valószínűleg egy bizonyos százalékát zenekarba fogjuk visszafordítani, a többi maradékot pedig a nagyobb maradékot fogjuk kiosztani a tagok között. Egyébként a nyára rengeteg tervünk van, jövő héten fogok kimenni pont Szentpáli Roland nyíregyházi, a világ legjobb tubása barátommal Ausztriában, és egy brass band fesztiválra, egy hatalmas nagy fesztiválra, ahova saját promóciós anyagot fogok majd vinni, abban a reményben, hogy majd jövőre oda ki fogunk jutni. Egyébként Campus Fesztivál nagy színpadon fogunk fellépni majd július vége felé egy szombati napon, amit még nagyon várunk, és nem sokára majd a Lesz Fesztiválon is fogunk szerepelni. Az is a nagy színpad előtt, gyakorlatilag a Punani Masszív koncert előtt fogunk zenélni. És fogunk majd játszani Punani Masszív egy veleget is. Nagyszerű. Hát akkor fiúk, szívből gratulálunk, nagyon örülünk, büszkék vagyunk rátok, és akkor egy kis szusszanás, és akkor fújjátok tovább. Köszönjük. Köszönjük szépen.